Szeptember 3-án ünnepélyes tanévnyitót tartottak a Sejj János gimnáziumban, melynek falai között 139 elsős diák kezdte meg tanulmányait. Tavaly évben is 140 diákunk érettségizett, és idén is örülünk, hogy 140 diák készül az érettségére. 139 diák kezdi meg tanulmányait, 121-en az első évfolyamban, és 18-an pedig a prím osztályban. Nagy öröm számunkra, hogy idén már második alkalommal sikerült újraindítani a prím osztályunkat, és kérem a kedves szülőket, akiknek a gyermekei most ötödikesek, ha esetleg úgy gondolják, szívesen látjuk őket majd jövőre. Külön öröm volt számunkra, hogy már hagyománya vált, hogy külön vendégek megtisztelik tanító ünnepségünket. Bastenát Tibor parlamenti képviselő szólt diákjainkhoz, mindenkinek sikerében gazdag új évet kívánt. Nagy Melinda rektorhelyettes asszony a Sejj Egyetem jelenéről, jövőjéről szólt a diákoknak, felhívta a figyelmüket, hogy van rá mód és lehetőség, akkor jelentkezzenek a Sejj Egyetemre, és köröm volt számunkra, hogy Fejér Csaba megyei képviselő is megtisztelte iskolánkat az ő kezdeményezésére ebben az évben. Hites Kristóf tanárról szeretném megemlékezni, és ezt az évet Hites Kristóf emlékévként szeretnénk működtetni. Hites Kristóf az iskola utolsó osztályfőnöke volt, 1945-től 48-ig tanított a Bencés gimnáziumban, amely már érdekes módon akkor nem működött, hiszen hontalanság éve alatt nem voltak magyar iskolák, de a Bencés rendház padlásterében, pincében tanította az akkori diákokat, akik 48-ban Magyarországon, Győrött, vagy pedig Dél-Komáromban érettségizhettek. Nagyon fontos volt az akkori diákoknak, hogy magyarul tanulhattak, később Hites Kristóf elhagyta Magyarországot, Amerikában, Clevelandben élt, ahol magyar-angol tannyelvű középiskolát alapított, majd a 90-es évek visszatért Magyarországra, ahol Pannonhalmával halt meg, és ott is lett eltemetve. Jövőre 2013-ban ünnepelnénk születésének 100. évfordulóját, és ez is örültünk annak, hogy Fejér Csaba felvetette, hogy Hites Kristóf emlékév keretén belül emlékezünk meg tanárúról, aki nagyon sokat tett az egykori Bencés gimnáziumban. Még egy rendezvényünkről szeretnék szólni. Jövő héten, pénteken, szeptember 14-én emlékezünk meg az iskola egyik jeles tanáráról, Olá Imréről, illetve egy másik tanáremberről, aki nagyon sokat segítette a gimnázium működését, Olá Györgyről, és szeretném meghívni Komárom polgárait, hogy szeptember 14-én 9 órakor kezdődő emlékünnepségünket, ha lehet, tiszteljék meg, és emlékezzünk a két nagyszerű egyéniségre.